Ez a Rádió Ér értágító című podcastje. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. Érhangja.ro/rádió. Köszöntöm a kedves értágító követőinket, én Lenkár Péter vagyok, és itt van az online stúdiónkban Kis Lórend kollégám is, és van már egy meghívottunk, mégpedig Barta Álmost köszönhetem, aki, hát nem tudom, hogy szólítsak, talán kvízmester? Igen, üdvözlök én is mindenkit, Barta Álmost vagyok, hát ebben ezt a kvízmester szót szeretem használni. Amit nem is tudom, nem sok értelme van, nem mi az, hogy kvízmester. Azt szoktam mondani, hogy apám a mai napig azt felé, hogy mikor lesz már rendes állásom végre. Mi az, hogy kvízmester, mikor kezdek már el dolgozni? Igen, erről fogunk téged faggatni. Akik folyamatosan hallgatnak minket, belefutottak már ebbe a témánkba, ami a Quiz Night-ról szól, ugyanis a nagyváradi játékmestert már több ízben is faggattuk erről a játékról, illetve erről a hát, hobbiról igazából. De akkor azt hiszem, Álmost tudjuk igazából jobban faggatni arról, hogy is alakult ki ez a dolog, ez az egész Quiz Night őrület, mert ugye te honosítottad igazából ezt meg Magyarországon elsősorban. Igen, úgy tudom, mikor hogy valamikor 11 évvel ezelőtt én voltam az első, aki ilyet elkezdett szervezni ilyen nem zárt körben, meg nyílt helyen. Nyilván kvízeket csináltak már korábban is emberek, mert ez egy ilyen nagyon egyszerű játék, hogy valaki felkezd egy kérdést, másoknak meg kell azt válaszolnia. De azt, hogy így, hogy bárki bármikor részt vehet, meg kávézókban, éttermekben, kocsmákban zajlik a játék, szerintem ezt én kezdtem el csinálni. Meg pláne azt a részét, hogy egyszerre megy több helyszínen, ilyen viszonylag kevés van a világon is. Nehéz volt azt megoldani mondjuk, hogy szimultán egyszerre tudjanak játszani az emberek különböző terekben, különböző városokban, helyszíneken? Ezt hogy lehet koordinálni? Szerintem itt pont egy technológiailag jó időszakban kezdtünk el játékokat szervezni, ez 2009, amikor ez elindult, és 2010 környékén kezdett el terjedni, és akkora már volt Facebook. Tehát el lehetett kezdeni használni a Facebooknak az oldalait, a csoportjait, minden egyebet a terjesztésre, illetve az egymás közötti kommunikáció is nagyon egyszerű volt, addigra már voltak felhőszolgáltatások, tehát simán csak fel lehetett rakni a kérdéssort valahova. Azt hiszem a legelején még ilyen Dropbox, SugarSync ilyen dolgokat használtunk. Onnan letöltötte az aktuális kvízmester, aki jellemzően egy barátom volt, akit ismertem régről, suliból, csak éppen elkeveredett Pécsre tanulni, vagy éppen Budapesten élt, és ő ott kezdte el megcsinálni a dolgokat. Letöltötte, és akkor meg tudta tartani a dolgot, és nekünk csak annyi dolgunk volt, hogy egy adatbázist létrehozunk, ahol minden csapat beregisztrálta magát, és akkor fel lehetett vezetni a pontokat hozzá. Ebben Gábor segített, akinek nagyon megtetszett a játék, és ő úgy döntött, hogy akkor rak rá egy honlapot, mert ez mekkora poén lesz, hogy itt egyszerre több csapat fog játszani, és nézik, hogy ki mennyi pontot ért el, ki vezet a top listán. Te amúgy, ha már a szakmádról volt szó, akkor te amúgy milyen végzettségű vagy, vagy milyen irányba indultál el az életedbe, és aztán hogy futottál ebbe a Quiz Night-ba? Közgazdász vagyok alapból, a külkeren végeztem nemzetközi gazdálkodás szakon, és úgy jutottam bele a Quiz Night-ba, hogy eljutottam Kínába egy évre kínai nyelvet tanulni, és ott az egyetemet megszórt a plakátokkal egy bácsi, egy amerikai férfi, aki egy cégnek volt a felső vezetője kint Kínában, de egyébként valamire szüksége volt, úgyhogy csinált magának egy kocsmát. És a csütörtöki programja az volt, hogy ott pub quizeket rendezett, és így teljesen beleszerettem ebbe a műfajba. Valószínűleg azért, mert az akkori osztálytársaim vagy csoporttársaim az egyetemről, szinte milyen, akikkel eljártunk kvízre, és ilyen 6-7 különböző nemzetiségből tevődött össze, volt mauríciuszi, indiai, kanadai, amerikai, német. Mi volt még? Nem tudom, Kongó, tehát mindenki honnan jöttünk, és tök jó volt, hogy ez a játék olyan volt, hogy összehozta mindenkinek a tudását. Össze kellett adnod azt, amit hallottál, amit olvastál, ami hozzád kapcsolódik,
Nyilván az ilyen legemlékezetesebb kérdésem az, hogy feltették a bélyeget, hogy melyik országból való, és rá volt írva, hogy Magyarország, és így az nekem kicsit könnyű volt, de senki más nem tudta a helyen akkoriban, mert nem ismerték azt, hogy Magyarország, és nem Hungary, úgyhogy mindig voltak ilyen kérdések benne. Az hogyan működik, vagy amikor visszajöttél Magyarországra, és hát elkezdted csinálni a játékot, később hogyan működött ez? Hát hogyan, arról beszéltél más beszélgetések vagy interjúban is, hogy mondjuk barátokon keresztül alakult, vagy gyűrűzött tovább a játék, de mondjuk hogyan képzeljük azt el, hogy fel mondjuk egy másik városból valaki jelentkezett, hogy én szeretnék csinálni egy ilyen játékot, és akkor csatlakoznánk hozzátok, hogy ez hogyan működött az elején? Hogyan terjedt a játék? Pont ugyanígy, ahogy mondod. Tehát, hogy az első helyszínünk az Pécs volt, és Pécsre úgy terjedt el, hogy volt egy barátom Szentendréről, és mondta, hogy onnan tanul, és akkor szívesen csinálná, hogyha olyan. A következő srác, meg Twitter jelentkezett a Revi, hogy ő meg Szegeden szeretné csinálni a dolgot. Aztán utána elkezdtünk így keresgélni, megkérdettük a baráti körömben, hogy ha valakinek van kedve ilyet csinálni, akkor szívesen segítünk benne. És jött Gödöllő, illetve Szegeden végzett egy pár ember, azt hiszem ketten-hárman is, és visszamentek a saját városukba, ez Kecskemétnek Szolnok például, és akkor elvitték a játékot magukkal, és összerakták, és mindig úgy indult a történet, hogy a barátok elkezdtek szólni a barátaiknak, hogy akkor jöjjenek le, és szervezzenek csapatokat, és játszanak velük, és aztán utána híre ment az egyes városokban, attól függően, hogy mennyire volt aktív a kvízmester, mennyire szerette csinálni a dolgot, mennyire kapta föl egy társaság. Nagyváradra egyébként pont úgy került el, hogy valaki Magyarországról megkeresett, hogy ott nyit egy kávézót, csokizót, és hogy nála lehetne tartani a játékot. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a határ volt, azt hogy hagyta el ez a dolog? Fú, ezek nagyon izgalmas kérdések, mert az első ilyen határon túli helyszínünk az Szabadkán volt, és ez a Szerda Zsófihoz kapcsolódik, aki meg a Csorba Lócinak barátja. A Csorba Lóci, nem tudom, megvan, ő a Lóci játszik-nek a frontembere. És egyszer elhoztak vízre, egyébként Lóci volt bajnok a második évadban, úgyhogy nagyon régóta játszik, meg ismerem. Egyszer elhoztak vízre a Zsófit, és a Zsófi azt mondta, hogy ilyen nekik is kell. És akkor én így gondolkodtam, hogy tehát most így Szabadka vagy Pécs, ez igazából szervezési szempontból teljesen mindegy, úgyhogy így miért ne? Úgyhogy akkor ő elvitte, és elkezdte megcsinálni, és akkor ott egy gyorsan körben ment, és lett 4-5 város egy pár hónapon belül. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jól alakult. A Ábel Pista volt az, aki nagyon felkapta a dolgot, és neki nagyon tetszett, és akkor ő szervezte be a többi várost is utána. A Grác az még egy izgalmas történet, mert ott egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy valaki ezt hallotta, olvasta, látta, és hogy szeretné, hogy ezt megcsináljuk. És akkor írtam neki, hogy ennek semmi akadály igazából, mert hogy van egy öcsém, aki Grácsban él és tanul, úgyhogy igazából őt pont fel tudom hívni, hogy van-e kedve ilyet csinálni, és akkor ő meg tudja csinálni az egészet. És hogy volt, még Dublin volt izgalmas, mert ott meg valaki játszott, ha jól emlékszem, Magyar Kanizsán pont, és a Körösi Csuma programmal kikerült Dublinba, és nekik az a feladatuk, hogy magyaroknak szervezenek programokat, és így rájött, hogy ez egy tök jó dolog, és hogy ez ilyen összetartás, meg csapatépítés, meg egyébként is egy jó dolog bekapcsolódni valamibe, ami egyébként már létezik, meg nagy, meg megy, meg ingyenes, úgyhogy akkor ő ezt elkezdte megcsinálni, és azóta minden évben átveszi tőle a következő, aki jön. Nekem az jutott közben eszemben, hogy így soroltad a városokat, meg országokat, hogy visszatérve mondjuk Romániára, vagy Nagyvárad kapcsán, pontosabban a Romániára, hogy Romániában ahhoz képest, hogy mondjuk mennyi a magyar ajkú népesség, kisebbség, szerintem kevés a három helyszín, vagy nem tudom, nekem legalábbis így tűnik valahogy. Ugye Nagyvárad, Kolozsvár és Baróta három helyszín Romániában. Hogy, abszolút, nem tudom, ez most igazából nem kérdés, ez inkább csak észrevétel, hogy nekem úgy kevésnek tűnik három helyszín. Ahhoz nekem képest, is hogy mennyi van. Ha megnézed, akkor Kolozsvára ugyanaz a Bálint Zoli vitte el a játékot, aki Grácsba is, csak ő visszakerült egy kutatási projektre, az egyetemen tanít, ha jól tudom, Kolozsvárot, és azt mondta, hogy neki annyira tetszett ez a játék Grácsba, hogy akkor csináljuk meg Kolozsvárot is, és az Andi, aki kikerült szintén munka kapcsán Budapestről, ő az, aki ott elkezdte felkarolni az egész sztorit. Tehát érdekes módon ez
Ez Erdélyben, ahova megjelenik, ott nem a helyi nem a helyi közösségen keresztül megy, hanem mi kívülről vittük be a dolgot. Aztán Kolozsvárat már van egy második helyszín is, tehát hogy ott már két helyszínen megy egyszer, a Planetáriumban is megy, meg a Bulgakovban is, tehát igazából négy helyszín van Romániában, Erdélyben, de valamiért az aktuális közösség, tehát mondjuk egy székelységben, vagy bárhol máshol azért lehetne ennek keletje. Igen, nekem is súcsú ez így. érhangja.ro/rádió Ha már itt városokról meg helyekről beszélünk, beszélgessünk kicsit számokról. Mit jelent jelenleg az, hogy akkor Crease Night? Hány ország, hány helyszín, hány ember, vagy hány csapat játszik, ha tudsz ilyen számokat mondani nekünk? Hát satszolni tudok csak, mert nem csinálunk soha ilyen teljes létszám számítást. Azt tudom, hogy négy országban vagyunk jelen, ez ugye Magyarországgal kezdődött, és aztán van Szerbia, délvidék, Erdély, Románia, illetve Dublin, Írország. Akkor van 50 pár helyszínünk, ez ilyen 52-53. Egy picit azért vagyok itt bajban, mert van egy csomó olyan helyszín, nem a hivatalos bajnokságnak a tagjai, de mondjuk havonta egyszer tartanak kvízt, mint Tiszaalpár, például ami most hirtelen eszembe jutott, meg Várpalota, és akkor ők tartogatnak, de ők is játszanak velünk, meg ugyanazokkal a játékokkal, csak nem ugyanabban a sorrendben, és akkor így 30 fölött van a városok száma, ez így több mint 3000 ember hétfőnként, aki játszik. Nem mindenki játszik a foglalási rendszerben, a foglalási rendszerben hivatalosan 2500-2600 fő az, aki foglal egy adott hétfőre. De nem, nagyon sok helyen nem is foglalnak. Igen. Szép számok. Ja, ezzel már van értelme dolgozni, meg igazából nem reprezentatív nyilván az, amit csinálunk, de elég sok következtetésre ad okot az, hogy mi az, amit tudnak az emberek, mi az, amit nem tudnak, mi az, ami érdekli, mi az, amire jól reagálnak. Úgyhogy ezt azért így lehet szűrni, meg mérni, meg tanulni arról, hogy működünk. Azoknak, akik most hallanak erről először, azoknak meséld már egy kicsit, hogy épül fel egy szezon, egy bajnokság. Az alapjai azok a heti fordulók, minden hétfő este 8-kor van megkérdett egy forduló, náluk is 8-kor kezdődik, ugye az óra eltolódás miatt egy órával korábban, mint ahogy Magyarországon. Jó. Ez nekünk nagyon jó, mert folyamatosan figyeljük, van egy ilyen kvízmesteri cset, és folyamatosan figyeljük, hogy milyen észrevételek jönnek be ezeket. A Váradi Zoli például, meg az Andi mindig beírogatja, úgyhogy fel tudunk készülni, minek érdemes elébe menni ezekben. De így egy kicsit elkalandoztam, szóval hétfőesténként van egy forduló, aminek van két része, az egyik a nagy része, ami 45 kérdésből áll, a másik pedig a kisebbik része a villámkérdés. Ez a villámkérdés, ez bele se számít a bajnokságba, utána ez mindig egy ilyen különálló entitás, saját extra nyereménye. A nagy részében, a 45 kérdésből pedig mindig összeírjuk, hogy ki mennyi pontot szerzett, és ezeket vezetjük fel a bajnokságba. A bajnokságban csapatok vannak, 4-6 főt szoktunk mondani, de igazából lehetnek többen is, egy ilyen minimális pontlevonás van, meg lehetnek kevesebben is. Egy-egy bajnokság szeptember utolsó hétfőjétől május első hétfőjéig tart mindig. Ebben van egy ilyen decemberi nagy leállás. Ez anno, amikor még suliba jártunk, akkor az iskolához lett alakítva, de aztán azt vettük észre, hogy ez az életnek is egy ilyen teljesen normális menete, hogy a nyárra eltűnünk, hogy nincs értelme nagyon, mindenki szanaszét van, és pihenjen, és menjen, utazzon. Illetve a január is egy ilyen hasonlóan, meg a decemberi karácsonyi szezon is hasonlóan egy ilyen unalmasabb, lassabb, kevésbé érdekes, meg magába fordulós szakasz inkább. Úgyhogy január utolsó hétfőn szoktuk újrakezdeni, ez ilyen 24-25 fordulót szokott jelenteni évente. Kicsit tudnál nekünk betekintést adni, nyújtani a kézmesterek világába? Tehát mondjuk arról lennék kíváncsi, hogy mondhatod, hogy van egy ilyen zárt csoport is, amiben kommunikáltok a kézmesterekkel hétfőnként vagy játék alatt, hogy instruáljátok valamennyire őket, vagy mennyire kapnak szabad kezet például a játék során, segítségadásban, egyebekben? Ez a legnehezebb része egyébként, tehát amikor kérdeztétek, hogy mennyire volt nehéz azt kivitelezni, hogy mindenhol lemenjenek a kérdéssorok, és hogy nézzen ki a történet. Szerintem alapvetően azt, hogy emberek vagyunk, és ezért ugyanarra gondolunk, mégis máshogy írjuk. Most szerintem, ha lemennek ezek az online kvízek, akkor lehet, hogy csinálok egy ilyen válogatást, hogy ugyanaz a válasz,
és a 480 csapat 120 féleképpen írta le ugyanazt a választ. És ezt valahogy értékeljük, és hogy azt figyeld mögötte, hogy jó-e a válasz, megfelelő-e, kellően pontos-e, és hogy ér-e pontot, és ezt iszonyú nehéz mindig koordinálni, úgyhogy ilyen nagyon heves chat megy, hogy ezt elfogadhatom, nem fogadhatom el, teli van szinonimákkal. Nyilván az lenne a legegyszerűbb kvízmesteri szempontból, hogyha ABCD lenne benne minden, de én azt gondolom, hogy a kvíznek nem az a célja, hogy most egy ilyen végtelenül pontos dolog legyen, hanem legyen játék benne, és a megfejtés öröménél egyszerűen nem tudsz többet, nem lehet jobb a megfejtés öröménél semmi, és az ABCD megoldásokkal nagyon gyakran kivesszük a megfejtés örömét belőle, mert ott látja a jó megoldást. Ha saját magad jössz rá a jó megoldásra, az szerintem a legnagyobb élmény. Tőlem mindig azt szokták kérdezni, ezt mondjuk gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy Lóri kollégámmal már évek óta kvízezünk Nagyváradon, többek között a Quiz Night-on is ott vagyunk hétről hétre, de hogy tőlem mindig azt szokták kérdezni, hogy és ha nyertek, akkor mit kaptok? Mit szoktatok kapni? Általában egy üvegbor, vagy valami hasonló a felajánlás a helyi? Igen, ilyen fogyasztási jegy, igen. Tehát, hogy igen. Semmi, tehát, hogy aki először hal erről, mert továbbra is ezt szeretném kampányolni, hogy ne gondolkozzon abba, hogy most ilyen autókat meg havi, egy hónapra szóló utazást lehet nyerni. Tehát, hogy ez nem erről Megmondom én, hogy mit kapunk egyébként akkor. Na, mit? Örömöt, dicsőséget és adrenalint. Igen. Igen, alapvetően ez koncepció teljes mértékben, hogy ne emeljük a nyereményeket. A nyereményekkel a legkönnyebb behúzni embereket, azt mondod, hogy autót lehet nyerni, gyere el, és akkor próbáld meg a szerencsédet. De az a legnehezebben tartani, és sokkal könnyebb, és mivel hosszú távra tervezünk, meg minden héten akarunk játékokat tartani, ezért inkább a játékot kell abba az irányba terelni, hogy a játék öröme, az élmény legyen az, amiért eljössz. És mivel egyetlen egy csapat nyerhet egy helyszínen, és egy csomó helyszínünkön van 15-20 csapat, ezért nem lehet arra kiegyezni, hogy csak egy valakinek legyen öröme, hanem azt kell elérned, hogy mind a 15-20 csapat örüljön egyszerre a helyszínen, főleg, hogyha már ilyen 6-700 csapatról beszélgettünk, akik játszanak velünk hetente. Elmondtad azt, hogy ilyen 40-50 kérdés elhangzik egy-egy hétfőn, egy fordulóban. Ezek hogy állnak össze? Te találod ki, te építed fel az egésznek a menetét, vagy pedig vannak azért segítőid, egy egész csapat dolgozik ezen? Hát ez nagyon organikusan változott folyamatosan, és az lett a vége, hogy mivel én tudtam ebbe az egészbe a legtöbb energiát pakolni, meg az én munkám lett ez, tehát hogy sikerült annyira felfuttatni, hogy ebből tudok élni, ezért igazából én vagyok az, aki az egészet összefogom. Vannak, akik bedolgoznak, meg küldenek be kérdéssorokat, amiket átnézek, és mind szerkesztő egy újságban, vagy bárhol máshol kezelem őket. De azért a nagy része az még mindig az én munkám egyedül, tehát írom a kérdéseket, keresem, próbálom összeállítani, nézem. Nálam az a legfontosabb szempont, hogy ne legyen benne ismétlés, ne legyen fajsúlyos egyik témakörre sem, tehát ne legyen az, hogyha valakinek nagyon erős a reál műveltsége, akkor ők nyerjenek, többieknek meg ne legyen benne játék, vagy a humán, vagy a zene, vagy bármi ilyesmi, hanem legyen egy ilyen kiegyensúlyozott kérdéscsoport. Neked személyesen van kedvenc területed, tematikád? Földrajz, irodalom, informatika, bármi, ami szóba jöhet. Ami mindig bekerül. Erre szoktak azt mondani, hogy Kína. Nyilván ott tanultam, akkor egy picit arra érzékenyebb vagyok talán, meg izgalmasabbnak találom ezeket a dolgokat. Pont tegnap mondtam valakinek, aki kikapcsolódott a játékba, egy régi ismerősöm, hogy őt nagyon idegesített, hogy nem tudta a kérdésekre válasz, és mondtam, hogy alapvetően úgy van kitalálva, hogy ne egyedül játsz, hanem hogy a többiekkel elkezdjetek beszélgetni róla. Másrészt meg én is olyan kérdéseket szeretek feltenni, amikre még nem tudom a választ. És ezért megfogott valamiért, és valami hasonló heuréka élmény volt, amikor elolvastam, és megláttam az információt. Egyébként valószínűleg a földrajz az ilyen kedvencem. Van egy latin nyelvvizsgám, úgyhogy az ilyen alapműveltség is, mert nem tudom, ez a ókori latin műveltség is nagyon izgalmas nálam mindig. Jó kérdések ezek.
Ha már elhangzott az az előbbi mondatodban, hogy ne egyedül játszon az ember, szintén laikusként próbálom feltenni a kérdést, hogy ez alapkoncepció gondolom az egészben, hogy általában az emberek a tévében kvíz műsort néznek, ugye az az általánosan elfogadott felállás, hogy van egy műsorvezető, és van egy ember, aki játszik vele. Elhangzanak a kérdések, és aztán hazamegy egy nyereménnyel. Itt miért az alapkoncepció, hogy 4 vagy 6 ember alkosson egy csapatot, és úgy próbálja megválaszolni a kérdésekre? Szerintem azért, mert baráti társaságokat akartunk összehozni. Valami olyasmi szórakozásban gondolkodtam rögtön legelejétől, ahol nem az van, hogy egy ember játszik, ki kell állnia, és akkor kiderül, hogy mit tud, mit nem tud, és a többiek nézik, hogy fú, ezt se tudtad, fú, ezt tudtad, tehát hogy ne ez legyen az egész, hanem inkább legyen egy olyan dolog, hogy ha nem is tudjátok a választ, akkor is leültök, és akkor olyan kérdések legyenek, amikről így szerettek beszélgetni. És ha elvagytok, és éppen nem annyi pontotok van, mert nem úgy fekszik a kérdésről, akkor is az maradjon meg, hogy elkávézgattatok, csokizgattatok, söröztetek, és egyébként egy jót dumáltatok, mert tök jó, hogy legalább találkoztatok a hétfő estében, és volt egy ilyen fix pontja az egész hétnek. Arra nézve, és pontosabban azt mondanám, akkor azt kérdezném, hogy ugye áttértetek ebbe az online térbe ti is most már utóbbi időben, ugye a kialakult járvány miatt, hogy mennyiben módosult, vagy mennyiben változott, milyenné változott a játék ebben az online világban, hogy hogyan működik most? Nehezebb, könnyebb, másabb nyilván, de milyen? Vannak ilyen könnyebb oldalai, tehát könnyebb szervezni, mert egy oldalú a szervezés, nem kell tartani kapcsolatot a helyszínekkel, nem kell nézni, hogy hol mennyien vannak, mindenhol legyen kvízmester, nem kell nyomtatni. Ugyanakkor meg egyszerűsíteni kellett a játékmeneten, tehát az első 2 hét után például kikerült a lista is, most már legyen még gyorsabb, egyszerűbb a játék. Meg a lista is olyan volt, amilyen közvetítés szempontjából viszonylag unalmas, mert hosszú időn keresztül kellett beszélgetni a csapatoknak, ami meg nem látszik, ami nem látványos ebben. Úgyhogy leszedtük 50 kérdésre, kimaradtak a villámkérdéskörök, mert hogy így, hogy mit csináljak vele, tehát nem tudok külön nyereményt adni rá, és akkor felesleges, akkor inkább vonjuk egybe az egészet, hogy együtt legyen. Kimaradt a kire-mire blokkunk például. Aki még nem játszott, az úgy működik a blokk, hogy a második forduló legelején felteszünk egy állítást, aki abból kitalálja, hogy mire gondoltunk, az már 5 pontot kap, hogyha a második, hogyha nem tudja, akkor kap még egy állítást, akkor már csak 4 pontot kap, hogyha akkor se tudja, akkor kap egy harmadik állítást, akkor már csak 3 pontot kap, és a végén meg kap egy nagyon könnyű segítséget, akkor meg 1 pontot ér még a megoldást. Tehát ezeket ugyanúgy nem lehetett volna semmiféleképpen értékelni egy ilyen online beküldő felületen. Az fontos volt, sokan kérdezték, mert sokan javasolták, hogy használjunk Kahootot, vagy bármi másik ilyen szoftvert, ami azonnali eredményeket mutat, de nem akartam kihagyni ebből ezt a szabadszavas megoldást. És a szabadszavas megoldásoknál pedig nem lehet ilyen javítást alkalmazni, és úgy gondoltam, hogy az a legjobb, hogy akkor összehozzuk a csapatokat, mindenki becsatlakozik magának, nem tudom ti éppen melyik platformot használjátok, és ott beszélitek meg a kérdéseket együtt. Megint laikusként, vagy most igen. Most hogy próbáljuk meg ezt a kvízes élményt megtartani, tudod, az, hogy leültök a haverokkal sörözni, és akkor ez maradjon meg az online világban is. érhangja.ro/rádió Akkor első nem is a laikus kérdésemet teszem fel, hanem azt, hogy ugye a fizikailag megtartott, megszervezett kvíz ugye az megszakadt március elején volt, ugye talán 9-én utolsó jellegű kvíz tartva meg. Tehát ugye megszakadt ez a sorozat konkrétan, hogy mi lesz, van-e forgatókönyv, arra nézem mondjuk, hogyha mindig marad ez a helyzet jelenleg, tehát lesz-e mondjuk például döntő valamikor, vagy hogy akarjátok ezt az egészet, hogy akarod ezt az egészet, majd akkor tovább lebonyolításban hogyan fog működni. 10-én beszéltem Zsolttal az antarktiszi vakolókból, és ő is ugyanezt a kérdést tette fel, és az lett a megállapítás végül is, hogy annyi a kérdés, hogy az évkönyvekben a csillag mögé mit fogunk írni. Nem
tartom most már valószínűleg. Én nagyon bíztam benne, hogy itt április elején a húsvét után mondjuk vissza tudunk térni, és még egy-két fordulót meg lehet tartani, és akkor mindenkinek van esélye begyűjteni az elmaradt jelvényeket, meg úgy egyébként pontokat. Ma úgy látom, mikor csináljuk ezt, április 7-e van, úgy látom, hogy szerintem nem fog tudni tovább folytatódni ez a bajnokság. Lehet, hogy a döntő az a következő évad elején lesz mondjuk így megtartva, tehát azzal indulunk szeptemberben. Csak attól félek, hogy annyira fel fognak torlódni az események, így hogy mindent, ami volt a tavasszal, azokat mind-mind szeptemberben meg októberben akarnak majd megtartani, hogy erre se lesz esély. Úgyhogy most, ahogy nézem a top listát, szerintem 2 győztest fogunk hirdetni. Egy olyan győztest, aki egyébként a top lista tetején van a megszerzett jelvények alapján, és egy olyan győztest, aki a megszerzett pontszámok alapján is a top lista tetején van, mert bár ugyanannyi idejük volt megszerezni a jelvényeket, nem tudtak arra készülni, hogy nem lesz a következő 5 forduló, meg 6 forduló kimarad. Azt hiszem 7 marad így a... Valami olyasmi, igen, én is úgy számoltam. Lóri, még volt egy laikus kérdésed. Igen, csak amit akartam kérdezni, hogy ugye, hogy most az online verzióban nem nincsenek pontszámok, meg a rangsorolás, meg jelvények, ugye, tehát nincs, ez kiesik az egészből, akkor gondolom. Igen. Tehát, ezt... Vagy van? Uh-huh. Hát, vagy van valamilyen pontozás, vagy nincs? Begyűjtöm a kérdéseket, és kijavítgatom őket, és azt látom, hogy a csapatok 99%-a nem csal. Egyszerűen onnan látom, hogy rengetegen nulláznak a plusz 10-ben, és tehát tudod, ha valahol, akkor ott odafigyelni, hogy mit érsz be, mert ez egy nullázós rész, csak aki nem ismeri, meg először hallgatja. Az utolsó 5 kérdés egy kvíznek úgy működik, hogy 10 pontot lehet szerezni 5 kérdésből, és ha valamelyik választotok rossz, akkor 0 pontot ér. Annyi segítség van, hogy nem kötelező beírni a választ. Tehát el lehet dönteni, hogy beírod, nem írod be. Mit vállaltok be, mit rizikóztok? És ez alapján nagyon jól lehet nézni azt, hogy ki az, aki valószínűleg csal, és valószínűleg nem, mert itt akkor be lenne írva az összes, mert ezek a nagy kérdések, meg a nehéz kérdések, meg a sok pontot érő kérdések. Ennek ellenére nem annyira tartanám fairnek azt, hogy egy ilyen, hogy ezt a rendes hétfői bajnokságba belehúzzuk, azt már inkább, hogy egy külön bajnokságot indítsunk erre, ha az olyan. Ámos, azt mondd még el így a beszélgetés vége fele, hogy aki most hal erről először, és szeretne csatlakozni, az hol talál meg titeket, és hogy lehet jelentkezni erre az egészre? Ez is egy olyan dolog, amit az elejétől fogva tartunk, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a jelentkezés. Elég, ha odamész egy helyszínre, és csak ott vagy, és kérsz egy lapot a kvízmestertől, általában azt ad foglalni azért volt érdemes, mert az összes helyszín teli volt. Most meg még egyszerűbb az egész, nem kell előzetesen regisztrálni, nem kell csinálni semmit, hanem ugyanúgy, mintha otthon beindítanád a tévélet hétfő este 8-kor, itt a Facebookot kell beindítani, ott tudjuk ezt streamelni. Úgyhogy quiznight.hu a Facebook oldalon, és az élő stream 8 órakor kezdődik. Fogj egy papírlapot, kezd el írni, vagy menj fel a quiznight.hu/fbquizre, és indítsd el az online kitöltő felületet, és akkor gyakorlatilag részt is veszel a játékban abban a pillanatban, hogy beküldöd. Ha valaki akar gyakorolni, akkor az előző heteknek a felvételei fent vannak a Facebook oldalunkon, illetve pont ezen az előbb említett quizmag.hu/fbquiz oldalon megtalálhatod az összeset. Nekem még egy kérdésem lenne akkor a vége felé, hogy mondjuk a jövőre nézze, vagy mondjuk egyáltalán volt-e már olyan megkeresés felétek, vagy feléd, hogy tegyük föl, Európán kívülről, tengeren túlról szerettek volna csatlakozni a játékhoz, illetve hogyha volt, akkor mondjuk miért nem történt meg, hogyha meg nem volt, akkor mondjuk gondolkodtatok-e ilyesmiben, vagy nagy lenne mondjuk a szakadék olyan értelemben, hogy ugye időzónák és a nagy időkülönbség miatt nem jöhetne létre. Hétfő esti bajnokságban még így nem csatlakozott be senki, mert ez pont az időzónák meg az egész miatt egy kicsit lehetetlenné tette. De többször tartottak, például volt, aki Nepálban tanított egy nyári egyetemen, és ő vitt játékot, vitt kérdéseket, amiket én küldtem neki. Akkor most a Facebook vízbe többen becsatlakoztak a tengeren túlról, akár Guatemala-ból, akár az Egyesült Államokból többen játszottak. Hol volt még? Az USA-ban, Los Angelesben hosszabb ideig tartott kvízeket, ugyanígy egy körösi csomagprogramos. Melbourneben is volt hosszú ideig kvíz, szintén körösi csomagprogramos.
de ezek mindig olyanok voltak, hogy akkor a kérdés soraimból készítettek valamit, ami szerintük az aktuális tudásnak, meg a helyiek tudásának megfelelő. Nem tudom, hogy lesz-e egyszer olyan, hogy nagy globális bajnokság. Igazából azt remélem, hogy így most csinálok online kvízeket, és ezekre cégek is jelentkezhetnek csapatépítő tréninggyaránt, és azt remélem, hogy na ez lesz az, amivel így sikerül kitörni a globális térbe. Hát köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Tudom, hogy neked nagyon fontos a jó kérdés, és remélem, hogy ennek eleget tettünk mi is, és további jó munkát és sok sikert kívánunk ebben ennek a projektnek a megvalósításában és fenntartásában. Bízom benne én, illetve a nagyváradi csapatom tagjai és a többi csapat tagjai is, hogy ez a mostani helyzet nem fogja kettébe törni ezt a szépen felépített projektet. A válaszaidat pedig majd... Felétek? Bocsánat. Hát, a válaszaidat majd elbíráljuk, majd pontotra fogjuk ám. Jó. Okay. Köszönöm, várom. De hogyha már beszélgetünk, akkor nekem lehet olyan kérdésem, felétek, hogy ti melyik kérdéseket szeretitek a legjobban, meg mi az, ami nektek működik? Hogy legyen egy ilyen a játékos oldalról is, ha már beszélgetünk, mielőtt lezárjuk. Tehát hogyha így külön kell válaszoljunk, mert mi ugye Lórival egy csapatba szoktunk játszani. Én a képrejtvényekért vagyok oda. Általában nem akarok dicsekedni, de általában én szoktam rávágni leghamarabb a megoldásokat. Illetve én szeretem az egész menetét a dolognak. Szeretem azokat a kérdéseket, amikre nem tudom a választ, vagy nem tudjuk a választ, de megtanuljuk. Lóri? Hát azt is mondom, amit nem szeretek akkor. Mondjuk legkevésbé talán a játékosok kérdéseit nem szoktam szeretni, amiket ugye a játékosok küldenek be, de hát na, van ilyen. Azon kívül mondjuk, ami szerintem mind a kettőnkben megegyezik Petivel, az a földrajz téma még, tehát mind a ketten nagy földrajzbuzik vagyunk, meg voltunk mindig is, suli óta, úgyhogy az a másik olyan terület, amit szerintem mind a ketten nagyon szeretünk, és a... Hát talán még az 5 pontos, ami szerintem nagyon izgalmas szokott lenni, vagy izgalmas lehet. Tehát, hogy egy info hotline-ból tudj megválaszolni elsőre egy 5 pontos kérdést, az jó lehet, igen. Azt is szeretem. Igen, nekem az nagy kedvencem az 5 pontos, akire mire annak a megírása is nagyon izgalmas tud lenni, ahogy fokozatosan könnyíted. Ugyanakkor ott vettem észre első körben azt, hogy ha az túl nehéz, akkor jön a legtöbb hiszti a Facebookon utána, hogy ez nagyon nehéz kérdéssor volt, és hogy majd figyeljétek meg, hogyha nézitek a hétfesti kibeszélőket, tényleg ha nem tudták elsőre meg másodikra, és teljesen vakon voltak, és csak harmadikra találták meg a megoldást, akkor utána az egész játék szar volt, tehát mindig ez a mondás. Az egy ilyen nagyon érzékeny területe, úgy látom, pedig hát ott lehet aztán igazán tényleg durva dolgokat berakni 5 pontért. A másik, amit még szeretünk a játék menetében, az, hogy szivathatjuk a játékmestert, na, a kvízmestert. Igen, ez, hogy ilyen személyes és tényleg van kapcsolatod a kvízmesterrel meg a játékosokkal, az mind a két oldalról nagyon fontos, mert azokra a visszajelzéseket tudod alapozni, a tempót, azt, hogy milyen legyen. Most nyilván ez Facebookon szinte lehetetlen, mert eleve van egy ilyen 30-40 másodperces csúszás köztem és a reagálások között. De próbáljuk ezt tartani, és hogy tök jók ezek az interakciók. Barta Álmos kvízmestert hallhattátok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk, és most te válaszoltál a mi kérdéseinkre. A hallgatóinknak meg azt tudom tanácsolni, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ahol szinte napi rendszerességgel töltünk fel ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket, de megtaláltok minket Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon is, érhangja.ro/rádió, illetve Spotify-on és Anchor FM-en is utolértek minket, de Instagram is kaptok rólunk információkat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy minket választottatok, és sziasztok! Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehettem. Hello! Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.